Üdvözlök mindenkit, Leirusz vagyok, és ez itt ismét a Little Big Workshop. Ugye a múltkori küldetésbe egy kicsit nem fértünk be az időbe, úgyhogy a többit így szépen elpasszolom jóval olcsóbb áron, inkább mint hogy zuzdába kerüljön. Szóval, ja, itt vagyunk most, és kicsit fel kell jönni pénzügyileg, szóval nézzünk valami küldit, ami nem olyan nehéz egyelőre. Szerintem ez nem olyan vészes. Ez 152, 19 kell. Jó. Szerintem ez jó is lesz. És akkor 19-et kérnék. Remélem, hogy időben be tudjuk fejezni. Ugye most viszonylag sok gépet vettünk, úgyhogy a kassa egy kicsit leürült. Bízom benne, hogy nem kell... Nem kell még vennem kávégépet, és nem kell bekapcsolnom a... Nem, mert ugye ezek nem időre mennek, szóval elkészül, amikor elkészül. Maximum nem lesz rá akkora kereslet, ugye azt meg nem akarom elbukni. De hát ezek gyorsan megvannak, viszonylag könnyű pénz. Szóval, ja... Ebből egy kicsit helyre tudunk jönni. Mindjárt meg is lesz. Ez rendben van. Ez rendben van. Jó, akkor ezt meg is javítjuk. És már csak 17 kell. Jó. Vigyétek. Akkor kettő maradt, akkor ebből csinálok egy 20-at. És remélem, hogy benne maradunk az időbe. Két napunk van rá. Szerintem simán menni fog. Két nap, 14 óra. Ó, patkányok! Ugye? Patkányok azok. Azok. De gyorsak vagytok. Most ágyúval lövünk patkányokra. Egy megvan. Még egy. Még egy, már csak egy van. A franc. Ez az. Ez is elég érdekes. Még jó, hogy ez nem az embereket kötötte le. Ó, simán meg leszünk, hát... pikpak. Jó, majd jó lesz ez. Nem, nem. Megcsináljuk mindet. Aztán lehet, hogy nem lehet ugyanoda eladni. Az szomorú lenne. Kompa, kompa, kompa. Oké, na. Nem lehet ide eladni a priklibe. Jó, akkor...
ide fogadja el azt a kettőt. Jó, akkor ide egy 20-at. Jó. Megoldjuk. Na és így viszonylag jól, könnyen lehet pénzt összegyűjteni. Jó van, hát ezek a présgépek nagyon nem használódnak hálégnek. Közben mindent szépen újítsunk fel. Ha már van idő. Az rendben van. Mert ha bejön egy nagyobb meló, akkor 100%-os gépekkel várjuk. Így. Préselés végzett. Jó. Szóval, ha ezek is megvannak, akkor jöhetnek a... Jöhet a festőgép felújítása. Ez meg benzines vagy dízel. Oké. Okay. De miért? Miért vagy ilyen köcsög? Oké. Okay. Nem. Ó, letelt a nap. Na nézzük. Jó, azt a... És pont lecsúsztunk. Jó, nem gond. Na ez viszont... Ez is jó. Várjunk, nézzük, hogy mi van. Ez könnyen elkészül. Na nézzük. Hát olyat nem tudunk csinálni, úgyhogy... csak ilyen kemény fából. Az nem jó biznisz. Nézzünk mást. Három napunk van rá. Oké. Nem már. Komoly. Na. Oda. Oda. Remélem ki fogja bírni. Oké. Okay. Festés, hát az... Sok lehetőségünk nincs, úgyhogy... Kell majd csinálni egy kis... felújítást. Így. És 15 mehet. Előtte ezt újítsuk fel, amíg megy a prés. Hello, mondom. Jó, van, csinálják. Egyelőre elrakom a kacsákat, mert nem foglalnak nagy helyet, és lehet, hogy később fel tudom őket használni. Az ki is ment a fejembe, hogy igen, itt mennek a napok, és lehet, hogy addigra lekerül a listáról, a keresetről. Jók vagyunk időben, úgyhogy nem sürgetem meg őket. Néha jó csinálni ilyen küldiket. Hadd legyen jó a visszajelzés az ügyfelektől. Úgy látom a festés a gyenge láncem.
Véletlenül leállítottam. Lehet, hogy kéne még egy festőgépet így beállítani. Melyik volt az? Ez. A Robot Testing Station. A betyárját. Plazmavágó. Heavy Duty. Metal Extruder. Na, ez érdekes. Jó van, meg bírja a festő. Jó van, rendben leszünk. Bőven időben vagyunk. Egy nap 7 óra van vissza. Úgy látom, nem jött be kacsa. Mármint vadkacsa. Megvan. Király, kérem a nagy lét. ...6400. Jó. Ez a síléc, ez nem olyan vészes. 3 napunk van rá. Most vagy... ...fröccsöntjük, az gyors. Annál gyorsabbat nem tudok. Ja, ez másféle jó. Ez nem az a fröccsöntés. Ó, ehhez nincsen... Mi kell? Vagy ez... Vagy ez. Ez 100%. Ez mindegyik 25, de ez többet tud. De úgy gondolom, hogy inkább erre menjünk. Inkább speciális... dolgokat. Ja, ez kell nekünk. Na akkor... Akkor megadhatjuk már ezt. Ehhez... hát nincs olyanunk, és mindegyik egy. Úgy gondolom, hogy... Hát, legyen ez... a legolcsóbb. Ez. Na, ebben most mi van? Legyen ez. Akkor ez maradt. Jó, más minden oké. Oké, és összeszerelés. Az pedig ez. 14 kell, ugye? Na nyomjuk, nyomassuk. Lássuk, hogy boldogulunk. Azt figyelem a rotációba, az emberek hogyan vannak. Időben jó vagyunk, legalábbis eddig. Számolt már olyan, hogy mégis elcsúsztunk valamin. A gépeket felújítottuk, hogy 14-et ki kell bírnia.
Azt utána megint csinálunk egy teljes felújítást. Nagyon jók vagyunk. Mindjárt megint letelik a nap. És akkor új lista lesz elérhető. Jó lenne ezt a vadkacsa készletet kisöpörni. Egyébként nem tudom, hogy miért nem fogadja, amikor mindegyik ugyan úgy készül, ugyanaz az eljárás. Ugyanolyan terv alapján. Jó, kávé van bőven. Ott egy gép az így. Ha nem javítjuk meg, akkor lassabban lehet rajta dolgozni. Ezt meg nem akarjuk. De végülis az már is készült, úgyhogy meg is lehetne akár javítani. De rossz helyen van. Jó, ez kényelmesen megvan. Ez jó. Viszont van az a polc, az ami katasztrófa. Az annyi részből áll. Az elég necces elkészíteni. Ennyi? Ez végzett? Akkor azt javítsátok meg. Oké, megvan. Ez megvan. Jó. Oha! Itt jön a gombásodás vagy mi. Szuper. Cool. Na, újabb síléc. Erre van 3 napunk, mindegyikre ugyanannyi, viszont ez ad 6002-t, ez 5001, és ez talán olcsóbbba is kijön. Oké. Ez bejáratott. Akkor úgy zsinj neki. Már tudjuk, hogy hogy működik. Ezt előtte javítsuk fel. És akkor mehet. Hogy állítják át a gépeket. Égyni. Menjünk arra, ami kényelmesen elkészíthető. Van 21 ezrünk. És nem jött kacsa. Na, ezek a médiumok. Lehet, hogy neki kéne egy ilyennek ugrani, de az lehet, hogy beruházás kell. Jó lenne olyan 30 ezerig felmenni. És talán akkor neki ugrani. A 25-ek.
Autómű mennél jobban kis, nem? Hát neki még nagyon nem csináltunk semmit. Lehet, hogy nála is fejlődni kéne. Továbbra sincs kacsa, viszont jöttek újak. Jó, nem akarok többet elvállalni, mert aztán emberek kifekszenek meg, elalszanak. Aztán minden határidőből kifutunk. Az nem lenne jó. Milyen lassú így a menet. Éppen elkészíti. Pörgessük. Pörgessük az ipart. Ez ilyen kis kényelmes meló. Azt nem tudom, miért csak egy helyen csinálják. Akkor ugye kettő van megadva. Na mindegy. Na, akkor nézzük. Challenge. Mehet ez újra. Ezt javítsátok meg. Ezek még bírják. Ezt ki fogják bírni. Résgépek is. Utána csinálunk egy felújítást. Ezek itt rendben. Egyelőre egy festőgéppel is bírjuk az iramot. Hogyha nem adunk más feladatot. Így legalább tudnak rotálódni az emberek. Valaki mindig ki tudja magát pihenni. Ez így most jó. Igen, megvan a játék hamburger. És van mehet is a gyártás. Jó, mind a két gépet használják, jól van. Új nap. Kettőt. Jó, addig ezeket fel lehet javítani. Inni, és mehet kifele. Ezeket is javítsuk fel. Jó. Oké. Na nézzük.
25-nél járunk. Na, ezek, amik már ilyen húzósabbak. Álljunk le egy kicsit. Ó, 58 kell belőle, 36. Azt az állat, 2200. Ötvenhét kell ebből. 1050, 1002. Csak úgy kíván... Ahogy gyerekek, ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Csak így kíváncsiságból. Oké. Okay. Legolcsóbb anyagok. Oké. Oké. Ez megvan. Oké. Ez 100%. Ez 100%. 100%. 100%. Hát nem tudom, gyerekek. Ez lehet, hogy nagy falat lesz. De a gépeket nem fogom győzni javítani. Oké. Ez meg csak a 70. Oha. Ez így húzós lesz. Oké. Oké. És mit mondott, ebből kell 50? 50. Profit 1244 egy darabon. Ugye ez per darab, ha jól tudom. Én bízom benne. Hát gyerekek, ezt most lehet, hogy így bebuktuk. Ez lehet, hogy elhamarkodottan csináltuk. Én ezt ki is pörgetem. Gyerekek. Figyelj, már csak szórja ki. Nem is bírjuk elpakolni. Hát lehet, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket. Pénzünk nagyon fogy. Ez lehet, hogy nem volt jó ötlet.
Oké, attól még csinálhatjátok. Nem áll. Egyelőre kijelöljük ide. Ó, gyerekek. Hát, hogy ez gyors játék lesz, így becsődölünk. Nagyon fogy a kávé. Kétezer pénzünk már elment, úgyhogy még másfél százaléknál vagyunk. Ó, gyerekek, ebből csőd lesz. Ez túl nagy, túl nagy. Na most, most bajba vagyok, el fog fogyni a pénzünk. El fog fogyni a pénzünk. Még ez is? Mi van? Ó, már megint. Na, rosszat nyomok. Hallani hallom, de nem látom. Az iskoláját. Na, oké. Ó, ezzel kaptunk egy kis lét. De így se lesz elég szerintem. Kéne lerakni még egy helyet. A kész termékeknek. Oké. Okay.
Jó. Nem látom, hogy hogy vagyunk, hogy állunk. Mert egyelőre úgy néz ki, időben vagyunk. Mert nem pirossal mutatja. És addig én nem akarom őket sürgetni, mert akkor sokkal jobban fogy a kávé. Viszont nincsen pénzünk ilyenre. Még egy... ez lesz az. Ez 3000. Azzal felgyorsítanánk az időt, de nem biztos, hogy jobban járunk úgy. Na ez egy érdekes menet lesz. Kár, hogy nem lehetne részletekbe ezt elszállítani. Na, kezdődnek a bajok. Oké, mindenképpen meg kell javítani, mert visszaesik a termelékenység. És ilyenkor még gyorsabban is csinálják meg. De viszont így kipihentebbek. Ó, már más csinálnak. Ja nem. De már más csinálnak. A fene se tudja. Addig nézzük meg a többi gépet, hogy tényleg rendben van-e. Jó, ezek amúgy nem kellenek. De most van feles időnk. Ezek a gépek kelleni fognak. De rossz helyen van. Jó, úgy látom minden rendben van. Gépügyileg, de nagyon fogy a pénzünk. Kár, hogy nem lehet... Akkor ezt minősítsük át generálra. Ó, hogy ezek ekkorák, cseszed! Minden hely kell. Sajnos nincs mese. Oda nem rakhatom. Addig nem tudnak más csinálni. Azt tudják darabolni. Na, erre nem számítottam, hogy itt logisztikai gond lesz. Talán így szabadul fel hely. Hogyha így nagyjából eldolgozzák itt a dolgokat. Viszont ez időveszteség. A fene se gondolta, hogy ez ekkora helyet foglal. Ezt nem tudtam. Jó, ezt is minősítsük át. Ebből 50 darab nem fog elférni, már most látom.
és el fog fogyni a pénzünk, csőd lesz, gyerekek. 10%-nál se járunk, és már most elfogyott a pénzünk, úgyhogy ez csőd lesz. Látom. Viszont, hogy dolgozzák fel, lehet, hogy szabadul fel annyi hely. Tudom, de hát most mit csináljak? Nem tudok mit csinálni vele. Látjátok, így rakják ide, rakják oda, és elvileg akkor itt szabadul fel hely, és oda tudják, le tudják rakni, de ki fogunk futni az időből. Kár, hogy nincs ilyen, hogy banki kölcsön. Aztán lehet, hogy későbbiekben van, csak most nincs. Ja, itt van, igen, mínusz 5000-nél mindent visznek. Amit könnyen el fogunk érni. Tizenegy százalék. Ebből még van 66. Ha ezt elfelezem, és átrakom ide, akkor két gépen tudnak dolgozni. Igaz, hogy a másik az lassabb lesz. Még nem csinálják. Elfeleztem, de... Ja, előre fel kellene húzni. Na, talán most. Hát így is gyorsabb valamivel, de embereim hogy vannak? Tudnak pihenni, jó van. Á, 2000, hát mindjárt vége van. 13%-nál vagyunk. Gyerekek, ezt úgy kell elindulni, hogy van 100 000-etek. Attól tartok. Hát ezt mire megcsinálják? Nem áll, már megint mi van? Mi történt? Ott van, ott láttalak. Melyik a kém?
láttak én. Láttalak. Ó, oh, kaptunk egy kis pénzt. Kaptunk egy kis pénzt. Remélem jön még ilyen. Kaptunk vagy 3000-et. Jó, ez mindjárt meg lesz. Na, megint a bankcsőd, de riogat. Ezt nem tudom máshova is elpasszolni. 199. Oda tudnám, de azt nem akarom. Minden gépből kellene 2. És megint már mínusz 900-ba vagyunk. Jó, még 9 kell. Oké, ezt rakjuk át ide. Rakjuk vissza. Ahol eredetileg volt. És akkor tudják csinálni a másik folyamatot itt. Oké, kávéval rendben vagyunk. Csak a pénzzel nem vagyunk rendben. Még jó lenne valami kárelhárítás. 18%. Ez így elég necces lesz. Ez csőd lesz. Sajnálom. Mennyi van még belőle? Még 22. Jó van. Mindjárt csőd. Kicsik vagyunk még ekkora feladathoz. Még kicsi ez a cég. Oké, javítsuk meg. És egy perc és csőd. Vagy még annyi se. Másodperceink vannak hátra. Hát, ennyi volt, srácok.
bankrupt. Csőd! Ez szívás. Ez szívás. Menjünk ide-vissza. Így van, itt tartottunk. És innen fogjuk folytatni, megint eladjuk azokat a dolgokat, de ez már egy következő rész lesz, mert így is már lassan egy órája megy a videó. Hát ebből tanultunk, gyerekek. Nem olyan egyszerű. Mindig meg kell találni a méretünkhöz képest a feladatokat, mert ez túl nagy falat volt. Mindegy, legközelebb okosabbak leszünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, kérlek, iratkozz fel, nyomjál lájkot, várom a kommenteket, és Lajrusz voltam, legyetek jók, sziasztok!